Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve mennék, lássátok, lássátok, a Karitasz nevében szeretnék mindenkit üdvözölni, és két évvel ezelőtt, mikor karácsonyt ünnepeltük, élveztük egymás társaságát, de nem gondoltuk, hogy mi vár ránk, különben még jobban értékeltük volna. Úgyhogy reméljük, hogy a jövő év szebbet fog hozni, és ahogy az ének is mondja, szeressük egymást gyereket, mert minden percért kár. Úgyhogy nagyon boldog, áldásos karácsonyi ünnepeket kívánok, és jó egészséget az ünnepet. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves hallgatók, már csak néhány nap van karácsonyig, s Advent 4. vasárnapján már a közeli karácsonyra gondolunk, ennek hangulata járja át lelkünket. Az adventi időszak 4 vasárnapja, a karácsonyvárás és a karácsonyra való felkészülésben telik. Ez a várakozás ideje. Legalábbis így volt ez hosszú időn keresztül. Mindannyiunknak vannak régi gyerekkori emlékei, még az otthoni magyarországi adventekről és karácsonyokról. A régi otthonra, hideg téli karácsonyokra gondolunk, ahol a természet, de a falvak és városok is csendbe burkolóztak a puha hótakaró alatt. A korai sötétségben otthonunkban átölelt a meleg, a karácsonyfa felöltötte gyönyörű csillogó ruháját, a mákos és diós kalács sült a kemencében vagy sütőben. Halászlé fortyogott a lábosban, elmaradhatatlan szentesti étek, finom fenyő és begli illat áradt szét. Szívünk ünnepi díszbe öltözött, s a kis falu vagy a város meghitt fényeivel, a templomok ünnepi harangjaikkal nagy örömhírről szóltak. Megszületett a megváltó, örvendezzünk. Még a nehéz időkben is az ünnepnek igazi melege és fénye volt, s ha csak rövid időre is, mindenki megszelidült, megenyhült egy kissé, lélekben újra gyermekké vált. Amikor emlékeinkből visszarezzenünk a valóságba, egy egészen más kép tárul elénk. Itt Ausztráliában tél helyett nyárban, mondanám, hogy angol karácsonyi énekek ömlenek a bevásárlóközpontok hangszóróiból, legalábbis 5-6 éve még így volt, de nem mondhatom, mert nem szól sehol sem karácsonyi zene. Az emberek feszültek, idegesek, rohannak, vásárolgatnak, de érződik, hogy valami megtört, valami nincs rendben. Az elmúlt 2 év pandémiás válsága nem múlt el nyomtalanul, meg vagyunk zavarodva, a bizonytalanság, mint Damoklész kardja lebeg fölöttünk. Mindenki igyekszik haza, ami annyit jelent, hogy repülőre és kocsiba szállnak és indulnak septében, hogy ebben a nagy országban szeretteikhez eljussanak. Mert soha nem lehet tudni, mikor zárják le megint a határokat az államok között. Hát hogyan lehet így felkészülni a karácsonyra a lélekben, amikor a bürokrácia, a politika, az oltási igazolás és a Covid-teszt foglalja le gondolatainkat? Kinek van ideje a kisdedre gondolni? Egyébként is, sokaknak mit jelent karácsony? Egy szűk hét, pihenő lazítást? Vendégeskedést? Esetleg a nyári szabadság kezdetét? És mindez telekérdőjellel? A világ változóban van, s mi, ahogy lehet, igyekszünk alkalmazkodni. A kis Jézussal kinek van ideje foglalkozni? Ki gondol arra, hogy a világtörténelem és hitünk egyik legnagyobb eseményét ünnepeljük?
az ige testé lett. Ahogy Szent János írja evangéliumában, az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Vajon mi övéi vagyunk-e? Vajon Isten gyermekei közé tartozunk-e még? Azok közé, akik befogadják, vagy azok közé, akik elutasítják őt? A keresztségben minden kétséget kizáróan Isten gyermekei lettünk, s nem csak gyermekei, hanem társörökösei is, az örök élet örökösei. Vajon Szent János magasztos szavai, s az Isten igéje visszhangra találnak-e lelkünkben ezen a karácsonyon? Nehéz idők járnak a keresztény hitre, ez kétségtelen. Mert még nem is olyan régen volt egy konszenzus az ünnep fontosságáról, nem csak a hívőknek, de nagyjából mindenkinek. Még a közömbösek, az ateisták, a másvallásúak és agnosztikusok is elfogadták, sőt, élvezték előnyeit ennek a keresztény ünnepnek. Az elmúlt évtizedben azonban azon vettük észre magunkat, hogy már nem igazán ünneplünk. Sőt, már nem is tudjuk, hogyan kellene ünnepelnünk. Az ünnep egyre inkább kiüresedik. Mert nem lélekben ünneplünk, hanem csak külsőségekben. Illetve most már lassan abban sem. Elfelejtetik velünk, hogy az évről évre visszatérő ünnepek állandóságot hoznak életünkbe, a múló időbe. Az ünnep lehetőséget ad, hogy a lélek csöndjében megpihenve múlandó életünket összevessük a múlhatatlannal, a változót az örökkévalóval. Kivé, mivé lettünk a hétköznapok rohanásában? Vajon felismerhető-e még az Isten képiség bennünk? Vagy pedig egyformára gyűrt bennünket a modernista társadalom értékválsága? Nem fölösleges-e még karácsonyi ünneplésről beszélni ilyen körülmények között? Minden, ami életünknek színt, gazdagságot és értelmet ad, kiüresedik. Kiüresedik, mert restek vagyunk és hagyjuk, hogy ezt az ünnepet is elvegyék tőlünk. Az, hogy a nyugati világban is üldözik már a keresztény hitet és értékeket, sőt, lassan már a keresztényeket is, tény. Ördögi praktikákkal azon igyekeznek, hogy az új marxista nyelvújítás révén kultúránkat és gondolkodásunkat is befolyásolják, mert a keresztény hit és világnézet állítólag sérti mások érzéseit. Maga a szó karácsony és kiselejtezésre van ítélve. A közelmúltban már arra is tettek javaslatot, hogy a keresztneveket is be kellene tiltani, mert a kereszténységre utal. A múlt, a múltunk van halálra ítélve, amely annyi gazdagságot, értelmet és célt adott életünknek. A Szentírásból idézni egyes országokban büntetendő cselekedet lett. Nem iszlám országokról beszélek, hanem erről a dekadens, nyugati modernitásról, ami osztályrészünk. Öngyilkos kultúrában élünk, amely a toleranciát piedesztára emeli, de amelyből teljesen hiányzik a szeretet és önfeláldozás. Mert ki áldozná fel önmagát a tolerancia nevében? Ebben a helyzetben az egyetlen kézenfekvő cselekedet, hogy merjünk ünnepelni külsőségekben is, ha lehet ezt mondani, gazdagon, ha ez a gazdagság a mi hitünk és reményünk igazi kifejezése. Ne azt mondjuk, hogy elegünk van belőle, nincs értelme ünnepelni, hiszen semmi sem változik, hanem ellenkezőleg. Bármennyire is félremagyarázza a minket körülvevő világ a karácsonyt, és annak értelmét, nekünk annál inkább fel kell díszítenünk a karácsonyfát otthonunkban, fel kell díszíteni a lelkünket, karácsonyi énekeket énekelve, egymást megajándékozva, figyelmes szeretettel, és lehetőleg családi körben elfogyasztani a szentesti vacsorát, vagy a karácsonynapi ebédet.
mert manapság ez már profétai cselekedet. Grimasz, a kiábrándult és célját vesztett virág arcába. Hagyjuk, hogy hitünk kisugározzék így módon is, mert mi a világosság gyermekei vagyunk, s a krisztusi világosság fényét nekünk kell továbbadni. Karácsony hozzákapcsol a megtestesült igéhez, az egyházhoz, vallásunkhoz, gyerekkorunk hitéhez. Hagyjuk, hogy Krisztus fénye rajtunk keresztül családunkba és a világba is kisugározzék. Karácsony van. Gyújtsuk meg hát a karácsonyfa gyertyáit, hadd világítsanak a sötétségben. Babics Mihály, karácsonyi ének. Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes balikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt. Mégis itt ridogálsz állatok közt. Bölcs bocik szájának langy fuvalma, jobb talán, mint csillag üsszele volna. Jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istáló párája jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábadhoz tömjén hult és arany hult. Kezed csak bús anyád melléért múlt. Becsesnek láttad te e földi test koldus ruháját, hogy fölvetetted ezt? S nem vélted rossznak a zord életed? Te, kiről zengünk, hogy megszületed? Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat! Csenges éjünkön át, s csillancs elénk, törékeny játékunkat, a legőt. Világra jöttét, beteg a világ, nagy menet. Ember ember ellen csatázik. Mi egyesítsen, nincsen eszme. Rommá dölt a messiás háza. Tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt? Nem lehet. Hatalmas ég, új messiás küld. Beteg. Ezt a verset az idei karácsonyra kaptam az egyik barátomtól. Szeretném megosztani veletek. Karácsony 1982, Boldis András verse. Távoli karácsonyok meleg gyertyafénye lobban és fény átölel. Csendes éj, szentséges éj, bennem él tovább a dal, karácsony este van. Körül vibrál a türelmetlen régi várakozás, érzem, ahogy minden a szívben ott dobog ma este, az lesz a fa alatt, amit szeretne. Én is ágaskodom és megtörlöm szemem, hogy messzebbre lássak, hát ha így megpillantom a feldíszített szaloncukros otthoni fenyőfátot. Távoli karácsonyok meleg gyertyafénye, lobban a család a távolból és átölel. Csendes éj, szentséges éj, bennünk él, tovább a dal, karácsony este van. Az adventi gyertyák jelentése. Az első adventi gyertya a hit. A hozzá kapcsolódó személyek Ádám és Éva. Az első emberek a Földön, akiket elsőként ígérte meg Isten a megváltást és ebben való hit fontosságát. Így lett az első gyertya a hit szimbóla. Második gyertya a remény. A zsidó nép szimbóluma
akiknek Isten megígérte, hogy tőlünk származik majd a Mesiás, az emberiség reménye. Ezáltal lett a remény szimbóluma a második gyertya. A harmadik gyertya öröm. Szűz Máriát jelképezi, aki fiút szül az emberiség örömére. A harmadik gyertya lett öröm jelképe. Különösséget mutatja a rózsaszín színe is. A negyedik gyertya a szeretet. Keresztelő Szent Jánosra utal, aki szeretettel hirdette Jézus eljövetelét, és a szeretet segítségével építette az utat az emberek szívéhöz. A negyedik gyertya így a szeretet szimbóla lett. Isten áldja benneteket! Pásztorok örvendezve sírjettek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kisgyereknek. Kívánságot hozott az embernek, angyalok szóltak a minket is. Kérse meg ezt, de hát minden hűszik, a kisgyerek Jézuskát mi is áldjuk. Mint a hű pásztorok magasztaljuk, üdvözlék is Jézus reménységünk, aki a válságot hozott nékünk, meghoztad az igaz hit világát. Menjünk a Szent Atyád mennyországát, dicsőség, imádás az Atyának. Értünk született Szent Fiának, és a vigasztaló Szent Léleknek, Szent Háromságban az Isten.